Na. Lenne fagyjál nekem. Kedves OBS. Szia Emma, te vagy az első érkezőnk. Egyelőre még álligatom a dolgokat, aztán mindjárt belecsapunk. Jó, most már fut az OBS is. Nagyon jó. Milyen napod volt, Emma, addig mesélj. Remélem küld ki értesítőt. Yes, küldött. Harmadik része jön a végigjátszásnak. Hát éppen elakadós részen voltunk egyébként, hogyha emlékeztek rá. Úgyhogy mindenféleképpen törekedni fogunk a további jutásra. Nekem már vannak tippeim, hogy hogyan kell. Nyilván utána néztem. De nem tudtam 100%-ig így se biztosra felfogni, hogy mit fogunk csinálni. Úgyhogy ez ilyen meglepetés faktor lesz. Közben bedobom Discordra. Közben a Mongufta találkozóval, születésnapi találkozóval kapcsolatban írtak vissza, gyorsan azt láttam, osztam. Tű, gyerekek, minden klikkelésnél fagy az izém. Ez így kemény lesz. Na jó. Most már bejutottunk odáig, hogy be tudok jönni látni a chatet. 62 like-nál vagyunk, nyomjátok srácok. Fanmester, szia-szia, fortizol? Szoktam egyébként. Hetente szinte van forti live, majdnem minden héten. De most nyilván nem az lesz. Befagyott. Nem fagyott be, csak nem vagyok a játékba, vagy nem mozog a képem, az arcom se. Halinina, mindjárt kirakom a chatet. Tudjátok, ez ilyenkor egy pici macera. Most jó. Oké. Alapból nagyon fagy a gépem. Azért ennyire nem fagyasztotta be múltkor. Szia Eszter. Volt már jobb napom. Őszintén. Na, ha minden igaz, akkor most már látok minden felületet is. És mindjárt el is kezdjük. Úgyhogy volt már jobb napom, de nem panaszkodok. Azt mondom, hogy elmegy. Megvágtam a hétre egy videót, kettőt feltöltöttem Drive-re, csak még meg kell vágnom. Felnőttes dolgok vették el picit a kedvem, de hát ez van sajnos, ezeket nem tudom offolni. Úgyhogy ja, hát majd lesz jobb is. Először nem engedte a YouTube, hogy írjak, mert nem érzékelte, pedig már egy jó pár éve fel vagyok iratkozva, tiszta hülye néha a YouTube. Ilyenkor maximum leiratkozom, meg vissza és beszámolja. Szia Anna! Majd írjátok, hogy jó-e a hang, meg minden, mert a legbizonytalanabb helyzetben vagyok itt jelenleg. Köszönöm szépen a követést, Norbi. Gyakorlatilag 19 ember kell, és meg lesz a 12 000 TikTokon, úgyhogy osszátok, köszönöm. Na, itt hagytuk abba, itt ezek a füstölgő húsdarabokon vagyunk, és szét kell törni egy részt, azt nem tudtam live-ban megcsinálni. Aztán annyira rájöttem, hogy úgy kell megcsinálni, hogy bizonyos részeknél kell átdobni a fejszém. Ja, várjál, nem dugtam be a kontrollert, tudtam, hogy valami fura, nem billentyűvel szoktunk mi lenni. Igen. Megvan. Kis konti. Jó, megvagyunk. Tehát, hogy valami adott sorrendbe kell ezeket átdobálni, azért nem tudom, hogy múltkor live végén, és akkor el fognak tűnni, de nem spoilereztem le annyira magamnak, hogy ezt jól meg tudjam csinálni. Látjátok? Így. Nekem gyakorlat, az gyakorlat volt, az meg jobb, mint a suliba lenni, azt elhiszem. Múltkor is volt már a Nina. Szia Áron, hogy vagy? Na, itt is gondolom ezt meg ebből az irányból kell átdobnunk. 200-ig? Ja nem. Akkor várjál, úgy kell, hogy az is szakadjon. De nem szakad el az utolsó, miért nem szakad? És hogyha ide jövök? Szia Tifi, örülök, hogy benéztél és kitartást az órára. Várjál, mi nem stimmel?
ezt itt át tudom dobni. Most átszakadt minden, nagyon jó. Valaki nekem azt mondja, hogy ilyen 20 szapatokból fogunk szakítgatni, akkor pofára röhögöm. Az is meg nem, ez nem jó így neki. Mi van, ha erről próbálom? Hát átszakítja a másodikat, várjál. Aha, ez így nem jó. Ja, addig el kéne menni? Aha, húha. Az úgy érdekes lesz. Hát easy gyerekek, 200 IQ. Szia Júlcsi, szia Tomi, hogy vagytok? Sikerült áttörni az akadályokat. Annyira sajnos sokáig nem tudtam beszélni Annáékkal. Figyelj, bármikor most már tudsz vele beszélni. Ma megkérdezték tőlem, hogy kicsiként mi akartam lenni, a válaszom felnőtt. Amúgy 200 IQ, úgy van Anna. Nagyon adom. Én is néha azt mondtam, amúgy betettem rózsaélőcélt, srácok, ha van szívláj, engemre egy poénotok, azt köszönöm, osszátok a live-ot, 19 ember, és meg lesz a 12 000, YouTube-on pedig dobjatok egy lájkot, és megyünk tovább. Na, kövessük a gyereket. Igen. Milyen napod volt, Tomi, eddig? Nézd oda, éppen átfér a nagy testem. Csendet! Na, az tök jó. De a haza az Budapestet jelenti, vagy messzebb laksz innen? Mert mondtad, hogy jössz majd haza Magyarországra. Azt mondtad, csendet fogjam be a szám. Hallottad ezt? Légy résen és maradj mellettem. Légy résen és ne esd le. Hé! Amikor odaírunk a fényhez, mit gondolsz, hogyan tesszük a bifröszbe? A boszorkány elmondta. Tényleg? Hú, de amikor az... elszakították tőlünk. Ó, erre nem emlékszem. Jobban érdekelt a biztonsága, mint a cél. Jaj! Te jó ég! Csendet! Elkaptam. A kést fém. Te mocsó! Oldalról akart suniba támadni. Á, értem, értem. Közel volt. Maradj mellettem, fiú. Úgy lesz. Várjál, tájékozódni meg megtanulok. Alig látok valamit. Hát jó, jövünk erre. Maradj mellettem, fiú, de ha oldalról megtámadnak, akkor támadjál. Kisfiú keményen tolja, igen. Így a legjobb lefelé mászni, hogy szart se látok. Nem erről jöttünk amúgy? Nem hiszem. Vagy erről jöttünk? Ki kell váltanom a security papíromat, aztán keresek valami olyan melót. Maradsz Magyarországon? Most már Tomi, lemaradtam. Rossz irány, innen jöttem fel. Oké, köszi. Csak ugye lejjebb kellett utítanom a grafikát, és nagyon világos így, de legalább nem laggol annyira, mint a múltkor. Na, ez tök jó. Én Budától elég messze lakok. A 16. kerületben ezt nem szoktam titkolni. De gondolod, valamikor összefoghatunk, ha időd engedi, meg lesz kedved. Csak olyan biztiótként szeretném majd elhelyezkedni. Fantom, köszönöm szépen a követést. Igen, ide feljöttünk, és itt kell lentosonni. Jó. Ó, ez nagyon ragad. Inanuna! Inanuna! Maradj mögöttem! Hát így is lehet. Foglak, fiam! A fény! Mondta, hogy maradj csöndben. A célunkhoz, de óvatosnak kell lennünk, érted? Igen. Itt még több ilyen repülőgenyó lesz, gyerekek. Ájjájjáj. Ezeket már az előző live-ba se kedvelt. Ja, ott másznak. Elosonok, én nem akarok harcikolni mindenkivel. Csak így ott, szépen amikor lassan. Leomlik, légy készen. Gyorsan kell mozognunk. Ezt szét kell tágítanom? Vagy nem? De.
Alapjáraton meghalt a kisfiú anyukája, és ő neki a hamvait visszük el temetni, vagy eldobni, vagy valami ilyesmi. Most ilyen félisten harcos vagyunk. Nagyon híres. Hú, vagy fiú! Rendben! Vigyázz! Jönnek! Ezt én megcáfolom, hogy ide attól viszont megjönni. Szia Gülő! Azt pont a harcra érkeztél! Várjál! Gyertek ide! Bud Spencer-ig osztom a pokonokat! Azaz! Folyamatosan lőj! Én megtisztítom az utat! Lőjél fiam, csak nem emlékszem, melyik gombot kell nyomjam. Jó ég, mennyi van! Rövidítsd a lövéseid közti időt! Mi van azzal, hogy minden pontos mondjon? Nagyon sok a célpont! Nem lőhetsz mellé! Hallod, ne lőjél mellé, fiam! Egy keskenyebb ösvény sokat segíthet! Koncentrálj! Basszus, tényleg? Várjál! Szerintem a harc miatt halljátok hangosnak, mert múltkor meg nagyon halk volt a háttérzene. Konkrétan azért töltöttem fel a TikTokos, mert nem lehetett hallani a szinkron. Várjál, nem akarja eltűnni. Mindjárt halkítok. Várjatok, akkor halkítok egy picit. Beállítások. Így. Ja, az, hogy a Beastie-nek jó a fizuja. Attól függ, Tomi, hogy hol. Szerintem az egyik legszarabb. Én is ebbe dolgozok. Szia, Szabi! Sikerül tovább menni. Igen, a gyerek ő, a fiú. Megsérültél? Nem! Csak köszönöm szépen a követést. A fény! Megtaláltuk a fény. Az egész templom felélet. Ez az egész forrása. Ja, köszi, Millő. Várj! Köszi. Ez énekel. Hallom. Mondjál valamit. Hallom őt! Mondtam, hogy hallom őt! Gondolod, hogy bent van? Az kár volt belenyúlni. Ez tényleg fájt. Mintha égett volna a kezem. Ez mindjárt kiugrik valami démon. Tudom, maradj. Szabi, dolgoztam rajta, hogy ne lakuljon annyira. Itt. Szia, Csigori 56. Igazából majdnem mindent lepiszkáltam OBS-be, itt is használtam. Meg TikTokon is, de nincs garancia, hogy végig jó lesz. Megkapom a fejszédet. Megengedem, hogy megfogd. Azt mindjárt jön valami vadállat. Addig gyorsan elkezdem osztogatni TikTokon, amíg sztori van. Befogom, hogy halljátok. Hogy én is halljam. Jaj, nyomnom kell a bőt. Várjál, nagyon van ezek. Nem. Azt a mindenit, beszív minket a fény. Beszopkodott a fény alább. Ez meg mi? Fekete-fehérek lettünk, visszautazunk az időbe, úgy a 80-as, 70-es, 60-as években. Jaj,
vissza kell jönnöd. Itt hagytál egyedül. Csigorinak válaszolok, minden héten más live-ok vannak, az pont volt vasárnap, hogyha szeretnéd tudni a live menetrendet, YouTube-on a 199 forintos tagsággal megcsaphatod, és ahhoz jár a live menetrend, illetve ha TikTokon valaki megcsaphatja a feliratkozást, az 1300 forint az a legkisebb, akkor ugyanúgy jár neki a live menetrend. Ilyen porszívó kellene, ami így mindent beszív? Hát végül is amúgy, ja. Na, járjunk körbe a fekete-fehérbe. De jó zene szól. Azaz. Mikor még nem volt színes tévé, mondjuk nekünk volt? Mába az időben születtem, hogy nem volt fekete-fehér tévén. Csigori nem. Full másik játék van. Modik, elmagyaráznátok neki a dolgokat? Köszi. Na. Nem ismerem őt, és ő sem engem. De szerintem nem is akar. Erős vagyok, okos vagyok. Nem ott vagyok, a házból víz lett. Én jobban tudom. Oké. Okay. Nem beszélget velem. Nem tanít. Neki kellett volna. Hallasz engem? Neki? Nem neked? Most minket szír a fiú? Rossz apuka voltam. Dika hal. Nyomjátok a lájkokat villő TikTokon. Már érjük el legalább az 5000 kezdésnek. Nem úgy értettem. Tudod, hogy szeretem. Csak azt szeretném, ha jobb ember lenne. Tudom, hogy képes rá. Hát igen, elég szomi. Közben én zabálok, de néha nyomok párat, rendben van. Szia Barbie, de rég voltam már itt a cseten, üdvözöllek. Aha, megvan. Hogy vagy Barbie mostanság? Aha. Végülis ezért küzdöttünk az előző live-okban, hogy felérjünk ide a fénybe. Szóval ha megpróbálja, akkor én is. De ha ő nem... Ott a halott anyánk. Vagy kérlek, feleség. Gyere vissza! Tudom, hogy itt vagy valahol. Ah, oké, nem tudtam. Mármint a vezeték nevet tudtam, csak nem tudtam, hogy te vagy ez. Szia Szabina, minden rendben van. Éppen elmélyülünk a megható sztori szálba, szomorú sztori szálba. Féj! Várj! Gyere vissza! Ne! Ne! Mit tettél? Miért csináltad ezt? Megmentettelek! Csapdába estél! Vártam, csak vártam, de nem jöttél! Ezért kiúsztalak! Fiú! Csak néhány pillanatig! Voltam bent. Nem! Nagyon sokáig! Nem voltál itt! Nem tudtam, mit tegyek! Hátra hagytál! Megint! De mit érdekel? Mindig csalódik bennünk, szegény. Ez lehetetlen. Menjünk, mielőtt visszajönnek. Mi újság, Dóri meg Szabina, ti hogy vagytok? Remélem, végül megérte. Már megint fölcsesztik a kisgyereket. Igen. Igen, megérte. Nézd, ott a kijárat, de nincs fény a híthoz. Csapdába estünk, és a mágikus is sem működik. Fiú, az íjat. Tartsd! Hány lájktól szokott? Általában 10k-nál. 10 000, utána 20, 50, 100, vagy 25, valahogy így szokta általában. De van, hogy változó.
Fénynyilakat szereztél, lőd ki őket a fénykristályokra, hogy feltöltsd a alfaim fényével. Ok. Tehát oda fel. Amikor jelzek, lőd a nyiladat a kőbe. Itt várjál. Vagy oda? Aha. Működött. Most már vissza tudunk menni. Gyere! Szia, Kira! De arra jövök be, hogy kiabál velem egy kisfiú. Hát ez ilyen. Hallod, gyere már, öcsi! Hát nem gamer kategóriába vagy villő, attól is függ. Várj, de most minek jöttünk át? Hogy innen lőjön a következőbe? Várj, hogy nézett ki, amiben belelőtt a gyerek? Hát ilyen kék. És akkor nyilván azért jövünk át ide, hogy innen lőjön tovább. De hogy menjek tovább, Szabi? Ja, zuhanjak le, semmi, nem szóltam. Kristály van ott. Épp előtt. Kellhet, hogy kijussunk erről a hülye helyről. Nem tudom lelöpni. Néha amúgy nem ártanom, jóság Kira. Jelen vagyok, közben, bocsánat, csak Resident Evil 3-at nyomom épp. Na, jó játékot közben, de köszönöm, hogy közben itt vagy, meghallgatsz, meg ilyenek. Most fiam, te mi a túrót? Azt lőjük meg? Várjál, itt van egy ilyen kődarab. Úgy felkaptam! Behelyezem a lukba a kövemet. Igen. Jó van, fiam. Ügyes voltál. Jár a keks. Minden oké, és végeztem munkahelyen, edzettem, nemrég fejeztem be az ebédet, reggelit nem tudom mi volt. Hát én is így voltam ma vele az edzés kivételében. Hát, mit mondjak, őszintén amúgy nem vagyok olyan rosszul, jól vagyok, csak voltak olyan felnőttes dolgok, kiadások, árnövekedések, Vodafone, amire nem számítottam, hogy 9000-rel többet kell fizessek, úgyhogy felhívtam őket, hogy mitől van, majd elmondták, hogy árnövekedés volt, és visszamenőleg tört hónapokba számítva, ez ennyivel több, úgyhogy bekaphatják a túró Rudit. Eszter, köszönöm szépen, hogy tag lettél, üdv a tagok közt, köszönöm. Azt hiszem, hogy most már csak ilyen 12 tag kell, és lesz újra visszatérő emojink, csak ugye sok ajándéktagság lejárt. Te vagy a 86. tag, azt hiszem, köszönöm. Használd az emótokat, láthatod egy hónapon keresztül majd a live menetrendet, és köszönöm szépen. Na innen keresni kéne még, ott a kristály amúgy, de ide minek jöttünk föl? Hogyha ott van lent a kristály, valamiért csak fel kellett ide jönnöm. Nem? Vagy túl gondolom? Ja, hogy itt jöttünk le, semmi. Ja, most mondták ki a telefonba, akkor egy kicsi közérdekű információ, mert ez mindenkire vonatkozik, aki Vodafone-os, hogy mondták, hogy ugye nekem 19-ével zárul a fizetési metódusom, és akinek 25-26, azoknak nem 9000-rel lesz több, hanem akár 15-6000-rel is. Úgyhogy én még bekussolhatok, szépen megfogalmazva. Ja, ide át kell tenni a letört darabkát. Ezt ki tudom szedni? Aha. Jó, most már alakulok. Úgyhogy messze nem örültem ennek így a születésnapom előtti időszaknál, de hát ez van. Majd nézzetek több live-ot és videót vissza, és akkor könnyebb lesz. Na várjál, ott van mögötte egy másik kristály, oda nem tudom ráirányítani a gyereket. Most oda fel kéne menni. Ezek szerint, gondolom én. Gyere, fiam, most ott átmegyünk oda. Fiam, gyere. Aztán, ha nem, akkor rosszul álltam a dolgokhoz, és nem erre kell menni.
Én köszönöm, hogy felvidítasz. Itt törekszem rá. Maradjunk annyiba, hogy mindig törekszek arra, hogy ha már nektek jó kedvet tudok okozni, már megérte leülnöm. Hát mégse így kell. Tudtam én, hogy lesznek részek, ahol elakadok. Ajajaj, szia, hehuhu. Most ez miért volt jó, hogy én... De hogyha én ezt ide áttettem, elveszem, akkor tudok fent menni, nem? Szabi, nyugodtan súghatsz, hogyha már nagyon bénázok, jó? Mert tudom, hogy te végigvitted. Mondtam, hogy nem kell spoiler, de amikor nagyon úgy látod, hogy nem boldogulok, akkor szabad. Nekem is mondták TikTokosok, hogy tök jól érzik magukat a live-omba, én meg így egyi. De most itt megcsináltunk egy utat, vagy hova, az, nem értem, nem látom át, hogy hova megyünk és miért. Megyünk följebb, eddig világos. Itt át, innen indultunk. És akkor azt a izét kéne meglövetni a kisráccal, azt, ami ott van a sarokban. Hát odáig nem lát el a gyerek. Vagy azt. Hát ez. Hát ezt nem úgy kell. Na várjál, nézzünk körbe. Hát pedig ott biztos, hogy az addig oké, hogy itt átmegyünk és lemegyünk. Nekünk az a jó, hogy már csak holnap kell és szerdán csak délig vagyok suliba, de jó nektek. Tényleg akartam is kérdezni live-ba, csak elfelejtettem. Minden visszanézős sulistól is kérdezem majd, hogy a tavaszi szünet az úgy van nektek, hogy húsvét után is egész héten, mert ugye szombaton lesz a Mongúftatali Budapesten, ahol várlak titeket. De hogy ott nektek a húsvét hétfő április 1-től 7-éig szünet van, azt jól gondoltam? Már az akkor amúgy fajn. Na most oda tett egy ilyet, de ez nekem még nem mond sokat. Nem, ezt valahogy el kell hozni innen. De jó nektek, hogy ilyen hosszú szünetetek van. Szia Zsófi! Hogy vagy? Én sajnos dolgozok, már mondtam ugye nagypénteken meg hétfőn is, két ünnepnapon, úgyhogy szívás van. De majd leszek itt nektek lesz olyan nap, hogy délelőtt is lesz live. És hogyha ezt is. Na, majd most ott csináltunk ide egyet, és akkor innen föl, megvan! Na jó van, csak rájöttem én kisebb-nagyobb bénázással, de itt át tudunk futni. Igen, ó, itt jönnek ezek a démonfatyák, maradjál nyugton! Levegő szarharab. Úgy. Tökéletes. Igen. Aha! Ott lesz a következő, amit lőjél meg, fiam. Oké. Okay. Azért nézzünk körbe. Nekem holnap kell menni gyakorlatra, utána megyek kórházba. 2:00 és 2:00-től van csak szünet. Az érdekes. Ezt szét kell törni. Mondjuk itt mi történik, hogy ezt szét törtem? Semmi. Ha, menjünk tovább. És most már ezt is szét tudom törni, vagy nem? Ez még mindig nem. Nekünk 3 nap lesz hétvégén kívül, tehát péntek, hétfő, kedd. Az is tök jó. Na várjál, itt jöttünk át, ezt nyitottuk le. De ezt el kéne távolítani minden, ezt az élő valamit. Nem, itt az út. Ude utá! Hátulról is, vagy mi? Valahonnan lőne. Ja, ott van. Na gyere ide, öcsi. Ne védekezz. Aha.
És akkor itt van útban ez a pigyó, amit szét kéne verni. Várjál, hogy ezt az útról töröm, nem tudom egyszerre a hármat, mint ahogy volt. Aha! Dehogy nem. Szia, Dorci, mi újság? Csináljunk egy utat vissza. Aha. Alakulunk. Alig várom, gyerekek, mióta kijött a Tomb Raider remake, felraktam a kívánság listámra Steamen. Szerintem ki fogom játszani, gyerekkorom egyik fő idegesítő játéka volt, mert az tényleg nehéz volt, az első három Tomb Raider. És a remake az tökre hozza azt a feelinget, hogy lehet, hogy az lesz a kövisztor is cucc majd. De ezt biztos szét kell törni, nem, Szabi? Vagy hülye vagyok? Na most azt mondta, csináljunk egy utat visszafele. De hova visszafele? Most van egy csomó utunk. De most akkorra fölfelé? Nehéz kérdések ezek, amiket így magamba dilemmázok. Hát igen, de nekem a remake-kel villőbibe benne van az összes három egyben. Szebb grafikába. Kell új SC-kód, de tegnapiról raktam ki videót, vagy van ma is. Várjál, ide csináltunk egy utat? Vagy ez a felmászós az út? Ja, várjál, dehogy is. Ott vannak, jó fele jövünk, mert jönnek ezek a szarházi, már mint több. A szárnyas avatarok, úgy hívom. Viszontlátásra. Az a fiam! Csak a nyakát! Galiruda! Oh. Hello! Beledobtam a fejébe a fejszét. Viszontlátásra. Van ma is egy C-kód? Hát ha úgy van, írd be, aztán majd megnézzük. Hát nekem nagyon nagy elvárásaim vannak, tudom. Na várjál. Arról jöttünk, erre megyünk. Köszönöm a lájkokat, már 1200 lájk van, aki még nem tette, YouTube-on is fejelje meg, köszi. Ott a láda! Ó, már megint mit hallok? Köszönöm szépen, Aksi, a követés, hogy vagy... Au! Hát mit csinálsz? Te szárnyas fejvadász, mennyi? Hallod? Azt a de jó védekező. Volt nincs. Oké, a szó cringe ad 35 SC-t. Te az az Abigail vagy, akivel szoktunk játszani Dead by Daylight-ot? Ott van! Gyögerúna támadás, nagyon jó. Már megérte a ládikó. Fiam, bemegyünk a fénybe. Vagy nem? Lőjél be oda, fiam! Meg ahogy én ezt elképzeltem. Na várjál, biztos itt még valamit be kell nyomogatnunk. Jobb amúgy a hangulatod, ma jól látom. Hát nem ezt éreztem napközben, de örülök, ha így látod. Ja, még egy fontos dolog, gyerekek, a Temu szar. Megjött 10x nap késéssel a Temutól a cuccom, csak kettő dolog volt összetörve. A hétből. Ez aránylag jó arány, nem? Nem tudom, még majd janálva este rakunk bele elemet. És akkor megnézzük, van elemes cucc, ami engem jobban érdekel, a többi az nem annyira... Izé... Ja, nagyon nagy csúszásokban vannak. Hát figyelj, 9-ére kellett volna megkapjam, és 25 van. Mondták, hogy izé, hogy 3 hetes csúszásokban vannak, mert
több ezer temus csomag van a DPD-nél. Attól függetlenül megmondtam a véleményem, hogy majd egy jó panaszírás biztos tudod. Azzal most mit kell csinálni, fiam? Ne kéne azt üssem? Aha, 200 IQ. Én meg ott dobálózok, mint a hülye gyerek. Hát inkább megoldom itthonról. Janának lett egy óra, egy ilyen ébresztő óra, ilyen retro. Azt majd elemmel kipróbáljuk. Nekem egy elemes cucc, amit majd megmondok, hogyha működik. Igazából többi nagyjából oké. Meg a babáknak vettem ilyen kicsi rázós játékot. Úgyhogy ja, az valószínű jó lesz. Na ezzel most mit old? Oha! Fiú! Olvassál, fiam, mert apád nem tud. Mit írnak? Iratkozz fel a Mongufta Family-re YouTube-on? Igen. És kövess be TikTokon is? Igen. És támogatni Superchat, Supermatrica, tagság ajándéka, tudod? Igen. Meg PayPal-on is? Jó, lefordítottuk, ezt írta. Igen, igen, a képes része nyugodtan lehet képet küldeni Discordon, van egy olyan rész. A kék ajtó, ami nem ajtó. És egy homoktál. Mégis hogyan kéne elérnem? Hát azt mindjárt majd leüsszelem. Emlékezz a formára. Igen, tudom. Várj egy pár, valami nagyon bonyolodik. Aha. Megint szét kell vágni ilyen kis ocsmányságokat. Nem jó helyről dobom. Ezt megint egyszerre kell majd. Akkor felmegyünk. Tudtam én, hogy nem viccből van itt ez az út. Mi volt ez a hang? Ablakomba bedobták a foci labdát. Mi? Ott az R betű. De most minek jöttem másképpen? Ja, ott az U betű. Itt kell lenni fog a sorrend. Mi? R, U. És az lenne a harmadik, csak nem. Nem. Leestem. Megtanultam a játékban, mindent meg kell dobálni, és előbb-utóbb valami történik. Ezt át lehet helyezni szerintem oda. Aha, ezt elvisszük magunkkal, fiam. Igen, logikus. Hát figyelj, mint a Crash Bandicootban mindent szét kellett forogni. Mindenhova magaddal viszem. Még az is lehet. A WC-re is magammal viszem, ebben nézem közben majd a tükörképen. De amúgy jobb kedvem van, mint tegnap. Kipihentebb vagyok, ennyi az egyszerű, szerintem. Na, hagyjad ott! Való életben is van, hogy dobálózol, osz jön a rendőr, vagy nem. Azaz, akkor jönnek a szárnyas rendőrök, mi? Ahhoz már valami fura dolog kell, hogy szárnyas rendőröket látni. Oké, ott semmi nincs. Valami a három cuccal lesz, meg azzal ott fel. Várjál, lőjük meg a gyerekkel? Várjál, nem, ezt ki kell lyukasztani. Plusz 18-as lenne a live, mondanék valamit, de így ezt a poént elhagyjuk. De érti, aki érti. Várjál. Hát végül is amúgy. Ezt pedig csak innen kéne valahogy. Á, ez így nem jó. Lehet ezt a részt elengedjük. Most sehol nem tudom úgy megdobálni. Szárnyas rendőrséget lehet dobálózásért, nem dobálózásért visznek el. Ez lehetséges. Na itt fönn mit látok? Azt, hogy ott vannak a betűk, 1-2, és ott a harmadik, várjál. Jó, hogy álltok addig dobni. Feljebb kéne.
Mert a kettőt ez tök jó megdobom. Egy. Hol a másik kettő? Kettő. És ott a harmadik. De oda hogy dobod el? El lehet innen, vagy ne szarakodjak. Áááá, megvan. Jó, csak ezt időre kell. Úgyhogy akkor megvan. El lehet, csak magasabbra kell célozzak. Egy. Kettő. Három. Ütött az órát. Tök jó, hogy megcsináltuk, de hogy megyek ide be? Köszönöm, András, a követést. Várjál lentről. Meg így ugrani nem? De tudok, nem? Hát, rohadtul nem így. Oda hogy mászok át? Menj vissza, de hova vissza? Így fel tudok mászni? Nagyon profin ugrok. Ezt gyakoroltam gyerekkorom óta. Ja, most kell meglőni a kristályt. Na látod, ez nem jutott volna eszembe. Erre hülye vagyok néha. A fény útja, gyerekek, kifürkészhetetlen. Köszi Szabinak egy gégét. Ha érdekel a véleményed, fiú, majd megkérdezlek. Ez nektek is, rátok is néha vonatkozik. Ha érdekel a véleményetek, megkérdezlek. Amúgy általában érdekel, viccelek. Véres, mézsörös kupa. Ja, mézsörös, mondom, mi az a mézsörös? Mindenkinek mézsörös kupát. Ezüst. És innen dobom meg, akkor mi lesz? Semmi. De még kell ezekre ráállni, ezekre a videókra? Biztos, hogy van oka. Addig meg el se látok. Tehát itt a ládáé szarakodtam, igen. Azt az élő organizmust kell tuti megszüntetni. Hogy ezzel így nem nyitom ki a száz. Szia, ez mondjuk úgyse hallja. Köszönöm a megosztásokat, hehehú. De ezt hogy lövöd ki a háromat? Egyet, igen. A visszahúzásnál a harmadik megvan végül is. És hogyha rálövetek, de nem tudok rálövetni. Próbáljuk kilogikázni, ennek itt semmi értelme, hogy bár tudok dobni. Hogy lehetne ezt a háromat egyszerre? Vagy ez a cica feje, vagy ez a fej az ott lények. Rendben van, jó étvágyat majd, Tifi. Hát ezt esküszöm, nem tudom. Ilyenkor jön a segítség, lehet súgni, ha van ötletetek. Bevonlak titeket is. Hogy a szarba lehet ezt a háromat egyszerre szétszakítani? Remélem az ezutáni részek nem ilyenek lesznek, mert undorodok már ettől a helytől. Már ha itt ledobom, az nem ér semmit. Vagy ezt eleve föntről kéne. De fentről honnan? Aha, én is erre gondoltam, hogy fentről. De én fentről ezt nem is láttam. Na várjál. Ja, hogy innen mondod? De hát ennek meg hogy? Hát el sem megy odáig. Ja, de! És akkor most megint át kell tenni a vívős kristályt. Oké. Elviszem a kristályomat, lerakom a helyére. Bum. Lőjé bele, fiam! Hova lőztek? Hallod?
most már eléred a tálat. De milyen tálat? Ja, ezt a tálat. Azt most ott maradt föl. Rajta. Sem a legkiválóbb ember vagy fa, nem több kezdetben, mint én. Igen, ez a mag. Gondolj bele, egy idő után nem egyenesen repül a fegyver, hanem nyilván leesik, ez logikus, igen. Szóval, mégiscsak ajtó. Most már így megvan. Pont meglettem ma. Akkor megyünk. Hát nem túl bizalomgerjesztő ajtó. Jöjjj, te kik vagytok? A szerzetesek. Csókolom, nénik. Őket ki szabadott engedni? Mennek Johnny. Gondolj bele, egy idő után, igen, ezt meg már olvastam, csak hülye vagyok. Mert tök szép lenne a rész, ha nem kéne ilyen szutykokat vagdosni. Már megint! Megint ez a hülye. Én is azt mondtam, azt mondta a gyerek is, megint ez a hülye. Egyetértünk. Visszajön. Akkor már itt harcolom le. Na miben, hogy itt jönnek csomóan? Ott mennek a mennybe. Vissza kell mennünk. Vagy van esetleg jobb ötleted? Nem. Akkor? Véletlen, elpörgettem TikTok live-ot valami hülyére. Jaj, vigyázz. Ne nézzél hülyéket, csak engem. Mármint, hogy csak én vagyok az a hülye, akit néz. Azt néztem, hogy nincs-e valahol láda vagy valami, de nincs. Akkor utazunk! Gyere, fiú! Elindult a lift, lift zenét kérek. Pam 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 pam. Meg is érkeztünk. Legjobb lipzene, nem? Amúgy eddig jó. Szeretem az ilyen stílusú játékokat, csak ritkán lájkoltam. Jó, a saját árnyékomtól is megijedek. Ezüst? Arra van... Arra van ott. Tudom. Benézek én mindenhova. Hadi zsákmány. Sötét lesz! Legyen elég! Ne, banya! Lőd a banyát! Maradjál már nyugton, nénye! Hallod? Szórakozol? Használd a fülem, alkalmazkodj! Arra lesz egy út. Az szomorú az, hogy... Várjál, ott is van valami. Úgyhogy jó szerintem, Zsófén. Jó játék. Uha. Itt fények vannak, igen. Ide kell a keresünk kristály. Egyet. Hallottad, fiam? Keresünk egy kristályt. Nyilván mindenhol az van. Na itt voltunk az előbb, vagy nem? Ott megállapítom, hogy nem itt voltunk!
az zárva van, lelakatolod, ugye? Azt hittem, az elforog. Nem. Sok óra, ez biztos, hogy valami lesz velük később. Az a kérdés, hogy merre tovább. A, megvan, az ellenfél segít. Még sokat nem tudok a játékot, tegnap futottam össze vele TikTokon. Hát az alapsztori, hogy ugye meghalt az anyukája a kisrácnak, nekünk ugye a feleségünk, és az ő hambait visszük el valami helyre, ahova szerette volna, és ennyi. Meg van egy konfliktusunk egy istennel, vagy fél istennel, akivel harcoltunk már, és valószínű még fogunk. Nagyon leegyszerűsítve. Mit mondasz, fiam? És akkor itt kell megint... Ohoho! Ezzel most kinyit valamit, ugye? Vagy nem? Megoldom! Megoldom! Úgy, nyugton maradsz. Jó játék, nem mondanám, hogy a kedvencem, de jó. Ha kell. Na, akkor visszük magunkkal. Szerinted hülye vagyok, hogy a Sims-t megvettem, de a Sims 4-re is költöttem. Mindenki arra költ, amire akar. Én mindig azt mondom. Az alapjátékokat nyilván azt hiszem ingyenessé tették, onnantól meg mindenki rajta áll. Attól senkit nem hülyézek le, mert költ valamire. Na várjál, itt lesz egy láda megint. Ha azt írtad, csak lá, a szívecske megint kitakarja a csetet. Sajnos. Na várj, ezt át kellett oda vinni, ugye, ahol volt a bossi, ott már egyszer láttunk egy ilyet, hogy kell ide. Úgyhogy hozzuk is. Bal jó zene van. Galambok meg nem nyugszanak itten. Egy ideje már itt. Majd ide elmennek. Hallod? Várjál, el kell zavarjam a galambokot. Elment. Lenne egy olyan kérdésem. Igen, igen, fizetős, fizetős. Legtöbb játék az, ami nem online. Bár erre rá lehet cáfolni könnyen amúgy. Ott a kód. De akciósan vettem, nem is tudom mennyiért. Karácsonyi akcióval, kuponnal együtt. 3000 körül. Ja, be kell forgatni. Aha, most már megleszünk. Hallod? Nem megy el a galamb. Dave elmegy galambászni. Közben felrúgja az asztal. Pillanat. Menj innen, mi a galamb? Elment. Hangosabban hallottam a galambot, mint a játékot, és nagyon zavaró. Ja, jönnek hozzá ingyenesek, igen. Ezt tudom. Oké, hehe. Várjál, most így eltűnt az egyik, az jó. Szia, Ádám. Ja, hogy ez nem jó, valami sorrendbe kell, ez így nem jó. Hallod? Ezt nem tudom elmozgatni. Tehát először csak azt a kettőt lehet? Aha.
már csak egy izé maradt. De megint ez időre megy, gyerekek, soha nem jutunk tovább. Most megmondom. Mert nem tudok olyan gyors lenni. Már megint itt a galamb beszarsz. Hú, itt bajban leszünk, gyerekek, azt se tudom, hogy mikor jó, mikor nem. Egy ilyenkor eltűnik. Nem jó, mert mellé dobja. Az nem jó. Nem egészen vágom magát a feladatot se, az a baj. Tehát nyilván azt a négyet kéne megjeleníteni, de szarrá pörgeti. Tehát először kéne ezen az alján az az F betűs. De hát nem is azt rakja oda. Na, ezek a logikai feladatok, amik nem mennek, úgyhogy feladom, Szabi, súg le. Ez nem fog menni. Ha csak nem minden ugyanazt teszi. Mert az a baj, hogy így kipörgetem, utána már biztos lődül, mire többünk. Vagy a sorrend számít, hogy melyik után melyiket lövöm? Szerintem messze nem. Egy maradt, de melyik? Pedig már csak egy volt. Igen, valószínűleg két az idő, de olyan gyorsan elvesz, hogy nincs időm megcsinálni. Lejár, meg csomószom mellé dob. Igen, azt látom, hogy a kis kékek azok az idők. Hát, Istenem már. Tehát, hogy amikor kép, mondta valaki, hogy ez a kedvenc játéka, ezek a feladatok veszik el a kedvem a játéktől. Ami miatt én ezt nem fogom. Lejárt az idő megint. Na, egy megvan. És megint nem jó. Többit nem adja be. Most már várok, amíg letelik az idő. De akkor ez most nem jó? R betű sincs rajta. Nem tudom, nem kopog. Számít a sorrend. Na, nagyon gyorsan itt végig tudom dobálni, de... Istenem már! Egy jó a három. Megint ott maradt az F-be. Nem vágom. És mi van, hogyha...
De az a baj, hogy nem is látok betűket se rajta. Mi van, hogyha másik sorrendben csinálom? De mellé dob ez a trágya. Most már mindegy. Kettő lett meg a négyből. Vagy csak ész nélkül dobálsz. Hát ez most még rosszabb. Már ha lenne időm, ha nem időre menne, akkor azt mondom, hogy tök jó beállítod. De így... Biztos megvan, hogy valamelyikben kétszer kell rádobni, valamelyikben háromszor. Szembeállsz az ajtóval, jobb oldaliba kell egyet ütni, ha jól figyeltem meg. Jó, Szabi, mert már megőrülök ettől a szartól. Utálom, ha a játékban az idő siet, és nincs időt kilogikázni. Mindjárt megnézzük, Zsófi. Hú, gyerekek, nyugtassatok le. Szabi, tudom, de nincs időm megnézni a jeleket a pörgetésnél, mert gyors ez a fos. Az a bajom. Jobb. De hát nem látom melyiken mi van. Most ez jó például ez a három vonal? Nem értem. Mert Zsófi azt írta, hogy az erre a jobbra, ha dobok egyet, akkor azt elfogadja. De akkor így fogom, hogy jobb, hátsó, első. De nézd meg, el se találja. De nem tűnik el róla, Szabi. Miért jó? Mert nem ment el. Most sem ült el semmi. Jó, az elsőre kettő. Jó, hátsóra egyet. Talál. Tehát erre kettőt, hátsó egy, várjatok. Erre három ad. Nem találja el! Mindjárt földhöz vágom a kontrollert, nyugi. Jó, egy, kettő, három. Egy, kettő. Hát de mellé dob! Ilyenkor már nem dobok tovább, leszarom. Arra kell kettőt. Erre egyet. Arra háromat. Hát azt most... Azt most mi volt? Hát most semmi nem jó. Ja, amúgy tudom forgatni, ezt mondjuk nem tudtam. De előbb beleragadt úgy, és tudtam forgatni. Igen, de ennél a fajta feladatnál, Szabi, már nincs türelmem. Előbb megfejtettük, hogy kettő kell az elsőbe, egy a hátsóba, és most nem volt jó. Mert egyből visszahúzza. Egy. Kettő.
Egy, kettő, három, egy, kettő, három. Tessék, meg vagyunk! Ez komolyan egy ládája? Azt hittem, az a továbbjutásom volt. Köszönöm a lelkesítést. De tudtam volna, hogy csak ezért szaragszunk. Ja, és így kinyílt az út, jó. Vagy nem erről jöttünk? Én is azt hittem amúgy, Zsófi, hogy 4 kell az utolsóba, de látod, hogy csak 3 kellett. Itt most teleportálunk? Vagy itt kezdtük? Most visszafele megyek? Várjál, rossz irányba jövünk. Erről jöttünk. Halljátok, gyerekek, ez bonyolult ez a rész. De Zsófi, ügyes voltál. Itt azt írja, hogy ugye közeledünk hozzá, de erre nincsen út. Oda le kell vinni a kristályt, már látom. Jó, szépen nehezen rájövök. Csak hol a kristály? Hol hagytuk a kristályt? Másik oldalon? Menj már az utamból, gyermekem! Hát beáll elém. Hát nem normális. Kérlek szépen. Ott a kristály. És akkor azt kell lentre vinni, így már összeállt a kép. De jó ég. Megint magad a cipeled. Megint megkérded, okay. Mi a hányszor felveszem, fiam? Ez ilyen NPC vagy? Az vagy. Az, a fiunk egy NPC, kész. YouTube-on fejeljétek meg a lájkot, köszi. TikTokon meg folyamatosan tudjátok nyomni, illetve az élő célba rózsával tudtok segíteni. Na, előbb megtaláltam, oda kell lerakni. Úgy. Bam. Fiú, lőj! Lőjél, fiam! Ott lőtt, ott lőtt, előjött belőlem a vidéki. Az út. Végre. Ugyanazt a homoktálat használjuk, amit elhozunk. Ki akarok így? Na, itt lehet, hogy nem kellett volna egy beszletekerget. Aha, hogyha ezeket kilőjük, akkor meg lehet. De mondj ilyet, Szabi! Ne jöjjenek már bajok! Csak jó dolgokat szeretnék! Oh! Ja, ő a baj! Hoppá, ez boss fight, gyerekek! Hova lett? Ja, ott van. Oh, ez fight. Nem bírok pajzsozni! Na végre. Azaz! Meg fogok dögleni! Sehol élet. Nem
bírom eltalálni. Anyám, meg fogok dögleni. Mi az az eres? Ez menő volt. De egy hajszálon múlt az életünk. Jöhet a GG. Nem, az nem lehet. Mit mondott? Hogy súlyos hibát követtünk el. Rúna idézés. Aha. Ezt be tudjuk ide tenni? Jó. Fejlesztünk egy pici páncélt. Vagy nem tudok? Micsoda? Ez egy képesség, ha hosszan nyomod a nyíllövést. Okés. Itt mi mutatja a felkiáltó jelet? Ja, hogy itt tudunk ilyeneket vásárolni most már. Hát ez ennyi volt. Rossz oldalon voltunk. Én. Most jön az a rész, hogy nem kellett volna beleavatkozni. Ott az élet. Elég ebből. Mehetünk már. Emlékszel a válaszra? Igen, igen. Ajjaj, köszönöm már a lájkokat, Nacsó. És most megyünk le. Fiú, olvasd el ezt! Fiú, mi van ideírva? Csak akkor szólsz hozzám, ha kell valami. Mondani akarsz valamit? Azt megint mondtam, hogy csak rá. Akkor vagy hajlandó beszélni velem, ha kell neked valami. Ha anyám itt lenne... Ha az anyád még élne, itt sem lennénk. Amúgy jogos. Atreus. Hagyjuk. Rendben. Újra hajókázni fogunk. Ja, várjál másik irányba. Elindult a gondolat. Szóval... ott volt a fényben. Ki? Tudod te? Nem. Nem volt. Téged amúgy sem érdekelne. Vigyázz a szádra, fiú! Az út végéig egyikünknek koncentrálnia kell. A hallgatásom nem azt jelenti, hogy nem gyászolok. Mindenki máshogy dolgozza fel.
Ez igaz. Sajnálom. Nem tudtam. Nem. Nem tudhattad. Nem ismersz. Tudom, hogy nem könnyű. A fényben úgy éreztem, hogy csak percek telnek el, ha ez vigasztal téged. Ez jó tudni, tényleg. De durva, hogy már egy és negyed óra eltelt, észre sem vettem. Menjünk vissza szembenézni a fekete lehelettel, vagy szerinted van még itt tennivaló? Sindri azt mondta, anyám harcos volt. Háborúzott is? Mondjuk. A családját megtizedelte az ellenség. Csak ő élte túl. A harcosok útját járta, hogy túléljen, és szembeszálljon egy kérlelhetetlen világgal. Ezért készítette el a... Visszajöttetek! Már vártam! De jó nekünk. Én mindig mindenre odafigyelek. Úgy néztek ki, mint akik nem akármilyen útra indultok. Csináljuk! Elvesztett tárgyak. Remek! Fejleszgetünk. Ha mondhatom ezt. Nem tudjuk. Azt se tudjuk. Hát mondjuk ez lehet jobb lett volna. Szerintem ezt rossz. Nem tudnád tisztán tartani. Nem tudom. Aha. Az jónak néz ki. Ezt nem tudom fejleszteni. Örömmel segítettem. Van egy elhagyatott templom Midgardban, amelyet egy társam átalakított a személyes raktárává. Telerakta kincsekkel a különböző birodalmakban tett utazásaiból. Birodalmakon át? Melyekben járt már? Miket gyűjtött? Fafnir egy, mondjuk úgy, erőszakos gyűjtő volt, mágikus tárgyakat gyűjtött. Minél többet szerzett, annál többet kívánt. Nem volt olyan erekje, ami elég veszélyes lett volna neki. Egyszer Niflheimbe utazott egy fenőkőért többek között. Ha, különleges fenőkő lehetett. Van értelme ennek a történetnek? Igen, van! Véletlenül van egy belépőköven Fafnir raktárába. Talán nektek is jut valami érdekes. Remek! Véletlenül! Kösz, Sindri! Nagyon szívesen! Ó, és ha megtaláljátok azt a fenőkövet, nos, nagyon örülnék, ha visszahoznátok. Közben gyorsan kirakom, elfelejtettem Instára. Ha a raktárban nektek javaslom, legyetek óvatosak. Több mint egy évszázada jártam ott, és mindenféle rondaság volt arra. Nem zavarja a barátodat, ha oda megyünk? Ó, oh, nem. Szó sincs ilyenről. Halott. Azt hiszem. Ó, oh, elnézést. Ugyan, nem kell elnézést kérned. Történnek ilyenek, ha az ember világból világba utazik felfoghatatlan értékű tárgyakat gyűjteni, amelyek nem is az övéi?
Hé, Sindri, vetnél erre egy pillantást? Őszintén? Úgy sincs jobb dolgom. Bírom ezeket a törpöket amúgy. Rendben van, Emma, köszönöm, hogy itt voltál, szia. Ja, az a vélemény, ez Szabi. Azt nézem, most mennyire kell innen gyalog menni, vagy visszaszállni a hajóba. Szerintem ez hajós dolog lesz. Vagy csónakos pontosabban. Még távolabb vagyok, így vissza erre. Brokké Szindi azért készítette a fejszét, hogy anyámon segítsenek. Meg volt benne az elő egy egyre messzebb vagyunk. És a bölcsesség, hogy jól használja. A gyengéket vételmezte. Rossz felé megyek? Akkor segített volna az elfeket? Shit. Ne. Várjál, beszélülök. Egyet mondjuk menthetünk, mert már nagyon rég nem mentettünk. Pontosabban még ebbe a live-ba nem mentettünk. Oké, szia Tifi. Oké. Hát nem, jó, erre most csökken az. Köszönöm a követést, Mustafer Bencsik, köszi. De várjál, innen jöttünk, akkor mégse hajóval kéne menni? Vagy én vagyok csak hülye? Lehet, hogy nem csónakkal kell menni. De ott meg nem láttam utat. Na várjál. És megjött a kaját közbe, Tiki? De itt meg hogy mész? Ja, már akkor, ha... Hát, találtunk valamit. Páncéldarab? Ó, remélem egy új páncéldarab. Csónakkal kell, az esélytelen. Ok, megpróbálok visszamenni. Ah, az nem jó, ha még éhes vagy. Az a baj, Szabi, mire beírod, hogy másik irány, én szarrá forgatom a képernyőt. Ja, ír a lány. Tényleg azt írta. Apám, találkoztál már bárkivel, aki hangokat hallott? Utaztam, igen, olyan kétségbe esettek el a tengeren, akiknél a készleteik kifogytak. A tengervízzel oltották a szomjukat. Azt hitték a szirének, valójában a feleségeik és a lányaik, akik hazahívják őket. Hát most megint azt írja, hogy még 350 méter, tehát egy távolodok. Hogy segítettél rajtuk? Kihajítottuk őket. Oh. Szia, Marianne, már hiányolt a lep a héten, hogy telik a napot. Még szerencse, hogy én nem ittam tengervizet. Tiki, Szabi, mindjárt négy telepíteket, csak nem tudlak. Csak ha elveszem a rangotokat. Guzguzdákba John-t kell megbosszulni. Hát Szabi, ez rohadtul nincs közelebb. Vagy kiszállok oda. De hova vissza? A vissza az semmit nem jelent. Látom fel, nyugatra, északra, keletre. Elcsónakázok én itt órákat, csak nem fogunk haladni. De honnan jöttem? Arról a szigetre jöttem, ahol a törp volt. Hát ott nem lehetett semmit csinálni.
Ó, voltam ma már ideges marionett, amikor elakadtunk a feladatba, ez most tök chilles. Most próbálok oda menni. De most nem csak körbe-körbe megyünk. Előbb is 300 méterre voltunk. Émi, köszönöm a 20 hónapot. Mi az a repülő disznó vagyok? Mi volt ott van? Na, azt hiszem megtaláltam. Émi behozta a szerencsét meg Marianne-t, ennyi. Vagy ugyanott vagyunk, mint voltunk? Hát rohadjon meg, innen indultunk. Semmit nem haladtunk előre. Szabi, mert szerinted mit próbálok csinálni az elmúlt 10 percet? Azt követem, de hát itt nincs csónak út, te meg azt mondtad, hogy muszáj csónakkal. Ott sincs út, vagy van. Itt sincs út. De mi az, hogy ami fent van? Nem kell csónak! Hát te mondtad, hogy csónakozzak! Hát ott úszkálok fél órája. Meg vagyunk. El se hiszem. Apám, be kell vallanom valamit. Nem tudom, hogy kell nagyítani, Émi. Fingom nincs ilyenekről. Valaki csönget. Amikor Brockkal találkoztunk, az állat a figyelmeztetett a fák közötti veszélyről. Ezért nem akart átkelni. Ezt az állat mondta? Hát, csak éreztem, amit ő érzett, hogy fél valamitől. Ha újra megtörténik, szólj róla. Érted? Ígérem. Na, ha most nem érek rá ilyenekre. Jött értem a Kratos, igen. Kompetenciát én szerettem írni amúgy. Titok. Nem engedek be szórólapozókat a házba amúgy. Idegent én nem engedek be. De itt már nem voltunk. Nem voltunk. Misztikus átjáró, és így jutok el oda, ahova kell. Aha. De szép. Megvan a fény. Irány Midgard. Kéne utazni a életbe is. Nem kéne metró, villamos, semmi, csak egy ilyen. Ezt úgy adnám. Tér vissza a hegyhez. De szép lila! Oh-oh! Bocsánat! Brock!
Most jöttünk vissza egy másik világból, és találkoztunk a testvéreddel. Nos, nem ebben a sorrendben. Hagytad annak a gyökérnek, hogy hozzáérjen a pengéhez? Rég elvesztette a tehetségét. Egyik nap felálltam, azt ott hagytam. Magával akart rántani. Tönkretette a kicsikét? Épp ellenkezőleg. Megjavította. Most ön csak hangulja. Köszönöm szépen, tisztelt lejengeme. Biztos is talál szarvas gombát. De tudjátok, mi számít igazán? Az állandóság. És ez az én munkámra mindig igaz. Most ön csak hangulja a koma. Köszönöm mit szépen a négy rózsát. Így jobb. Jó, most ha ide tolnád a képet, lenne egy kérésem. Mi az több? Van ez az alkimista, Andvári, aki kint dolgozott Adva. A Völünder bányába. Nem hallottam felőle kávéjét. Nem is tudom. Talán 100 tél óta. Lehet, hogy meghalt, de talán ti meg tudnátok keresni. Ő is tört, mint én. Egy cifra zöld gyűrűt visel. Tartozik egy szívességgel. Megkeresed? Ha meg. Útba esik. Ó, értem én, hogy megy ez. Nem az a semmiért valamit fajta vagy, mi? Jól van. Ha megtalálod Andvárit, ráveszem, hogy készítsen neked valami különlegeset. Akkor megérte. Itt a belépőkő a bányákban. A belépőkő? Hát gyerekek, a moziba és a koncertekre is belépőkő. Ja. Brock, találtunk valami érdekeset. Szent Heimdall! Tudjátok mi ez? Egy aggassán szíve. A szíve egy... Ó, végül is... Nos, már mindegy. Nem volt könnyű megölni. Ó, tényleg? Egy hatalmas kőszörnyet nem volt könnyű leteríteni? Megdöbbentő. Annyira bírom ezt a karaktert. Kell az az alkimista a nektek szánt cucchoz. Várjál, de most akkor merre kell mennünk. Bejöttünk a Brockhoz. És akkor most ezzel kéne megint teleportolni. Na, és milyen lett a Minecraftos film? Aha, hogy itt a két küldetés. Elnézzünk a mellékcímet. De mondjuk nem így kell. Azt láttam, hogy nagyon sokan megnézték most ezt a filmet moziba. Statisztikák alapján. Hát majd útba esik. Nem tudok ide teleportálni? Ki kell menned? Nem gyalog? Úristen, gyalog kell menned. Vagy nem? Rossz irány megint, ugye Szabi? Nem tudom, annyira zavaró ez a világok kezdődés. Jobban szeretem a körös pályáról dolgokat. Úrniba az egész nachos szar. Mármint, hogy én nem szerettem. Ez a sugárba eszed csak nachos. Emlékszel a visszaútra a fekete lehellethez? Persze. Át kell mennünk a hídon van a Heng tornyához. Vissza a fekete lehellethez. Az nagyon nem érte meg. Nézd! Korábban már elhaladtunk torszobra mellé. Ott jó egyedül a ilyen. És az milyen irányban van? Se szeretem meg az arénába se. Gyere ide, te gyík! Az délnyugat. Azt ledobtuk. Hallod, ez a Sonic a sündisznó gyík. De gyorsak ezek a gyakorlók. Hallod, ezt nehéz megdobni. Szép volt, fiam! Nem vagyok Hulk! Csak nem hallod. Harc közben. Már lejjebb vettem a hangot nálad, meg mindig van valami amúgy. Mármint, hogy tényleg komolyan egyszer egy erősebb fülest kell neked. Ezeket nem tudom elő. Mert már ma már halkítottam. Mint a többi. Nem azért, ma már halkítottam. Nézd meg. Hol van? B betű. Ma már lejjebb vettem egyszer, és utána azt mondták, hogy jó.
Chat, hallotok engem a játék közben, vagy nem? Mondjuk tényleg, hogy nem üvöltöttem éppen, elnézést. Várjál. Mondtam már, ez még nem megy. Ez még nem megy. Jósza! Nézd! A boszorkány varázslata még mindig elfedi a gúnyoszlopokat. Gyorsabban átjutunk így. Gúnyoszlopokat? Mondjuk nem tudom, hogy erre kell-e jöjjünk. Ide kell a kristály. De itt meg már voltunk egyszer. Jó, most mondjuk félig meddig visszafele megyünk, az világos. Haló? Hát reméljük jó fele megyünk. Hoppá! Itt találkoztunk először a törpvel. Szegély Fafnir, van egy határ a nagyra vágyás és a kapcsiság között. De nem a törp, ez egy másik cucc. Gyerünk! Ó, itt már voltunk! Ó-ó! Jönnek a farkasok. Azt mondja, legyőzve az itt a farkas mögöttem. Minden esetre érdekes volt. Max egy nagyon picit még dobok a mikrofonon. 1, 2, 3, itt szerintem jó lesz. Most javult valamit, Tifi? Már lejjebb vettem a játékhangon és feljebb a mikrofon. Abból háromból csak egy van meg. Aha. Hát pedig direkt most piattat csináltam. Szindri jég mozgatója még mindig lent van, ha nem akarsz mászni. Meg kérdés, hogy melyik platformon, mert mind a kettőnél másik hang sáv van. Nincsen gyökér. A boszorkány sosem járt erre. Ja, ezt le kellett fagyasztani, tényleg. Oké, köszönöm. Jó, hát most elvileg közeledünk. Ja, onnan okázom. Na várjál, húzzuk vissza a felszét, és így menjünk feljebb. Szerinted vihetném most én őt? Nem. Nem adjuk oda a fejszét. Rendben. De most gyakorlatilag ugye visszafele megyünk, hogy itt már voltunk. Régen jártál erre? Mármint játékban? Szerinted kiparagta az arcot a hegyre? Te jobban tudod, mint én. Tényleg, itt mentünk a bossival először, így már emlékszem. Most nézz a lábad elé. Az óvatlanság késlel. Ott van a fekete lehelet. Mi csináljunk? Amit a boszorkány mondott. Beszívom a fekete leheletet. Igaza volt. Gyere, fejezzük be.
megyünk előre. Közben szétrezgő a kezem a kontrollert. Tudok minimálisan mozogni. Így azért jó nehéz felmenni. Az út beomlott. Akkor mászunk. Ott a zipline, ja? Mászunk, fiam. Várjál, de hogy? Ha. Gondolom ezek a falrajzok segítenek. Aha. Anyám azt mondta, az óriások mielőtt eltűntek, szerették Midgard hegyeit. Eltűntek? Igen. Egy nap csak úgy elmentek. Senki sem tudja miért. Talán hazamentek. Na de szépen vonulok. Talán. Vajon az arca hegyen valamiféle tisztelet egy óriásnak? Azért így mászni egy hegyen, az azért csillagos ötös lenne. A száj! Megcsináltuk! Sötét van. Még több fekete lehellet. Még több büdös lehellet. Darkness. Megállítjuk a fekete lehellet. Hoppott egy halott. Az óriások itt jártak. Kettő. Az egy szarvas? Nem emlékszem szarvas fejű óriás történetekre. Vajon ki ez? Na várjál, oda kéne a cucc. Gondolkozó folytatás megvételén? Szerintem megéri, hogyha nagyon szeretted az egyet. Én még csak most játszok vele először. Talán a rejtvény segít. Ugyan mibe? Mit ír? Sem igába van bestia, sem rettegő jobbágy, sem gyökerefelt van, nem ismeri a nevem. Én is azt mondom. És itt mit mond? Ja, hogy ezt így tudom összezárni. Akár. Semmi. Hát ezzel nem lettünk előrébb. Tegyük vissza oda. De hát ennek így most nem nagy értelme van. De hozni kéne egy másikat, vagy? Csak túl sok logikai részt nem szeretem benne, Émi, őszintén. Tetszene a sztori, csak én nem akarnám ennyire izére gondolkozóra. Megtaláltam az utat. Piros. Ez így nem lesz jó. Azt mondja, ez így nem lesz jó. Ötletem nincs. Ez Fonhead? Egy barlangban. Fura.
Ezeket tudom, ott van fent valami. Szerinted hogy kerül fel ott? Hey. Ja, kellett, most látom én, hogy írtad. Ezt valaki felrakta, fiam. Ez a hely fontos volt az óriásoknak, mintha próbára tennének minket. Hát igen, itt ezért kellett a kettő mindenképpen. Szinte világos. Jól van, menni fog. Jobban szeretem, ahol story visz például, ha nem kell annyit agyalni, mint a Resident Evil-ök, meg mit tudom én, volt régen hasonló a Halo, Medal of Honor. James Bondok. Na most már lehet, hogy jó lesz. Ja, várjál, nem, be kell azt is lövetni a gyerekkel. Úgy. Most lesz jó. Mi a válasz? Szabadság. Igen, ez az. Azt nem ismerik a rabszolgák. Rajta. Rendben. Fressa. Biztos, hogy lejön ez a szarvas démon. Vagy nem? Mit csinál? Az óriásaid újabb próbái. Oh. Látok ott egy kristály. Meggyújthatom? Jóta! Ez segít? Hát nem tudom. Gondolom előbb le kell mennünk. Ezek a járatok túl kicsik egy óriásnak. Miért nem lesz? Ó, komolyan beszélsz. Itt lesz én valami gyerekek, ezt tudjuk. Elfelejtettem. Anyám mondta, téged nem érdekel a történet. Ezek örülök, hogy nem mozognak. Eltek meg a hulldrák. Ettől még nem nagyok. És mi van a világ kígyóval? Ez esetben az óriás tényleg. Na ott már valami fönn mozog. De belőle csak egy van. Hova lett a panel? Hallod? Menj már innen! Ratchet és Clank játékot tolni? Az az ilyen... egeres? Na, az jó Júlcsi. Na, régi rezikkel játszottam még PS-en. Az itt lóg. Sokan lógnak. Ó, ez már megint valami ilyen pörgetős genyó lesz. Vagy nem? Várjál. Hello! Á, megcsináltam a farkasos. Összetörtem a lelkét. Ott az óriásom. Vagy hát ez nem olyan óriás volt. Itt a kavics. Várjál. Onnan. Ezt áttöröm.
Honnan tudtad, hogy ott volt? Mert nem vagyok van. Szerintem honnan tudtad, hogy ott volt? Ezt a vak is látta, fiam? Ezt nem ide kell cipelni? Aha, azt majd odaállt, de azért még ide benézhetünk. Várj, túl sok felé lehet vinni. Túl sötét van. Hoppá! Aha, ott meg már megint lefelé kéne mászni. Nézzünk el abba az irányba. Igen, az a pörgető szó volt, megint. Hát elengedjük, nem annyira fontos. Vagy várjál, oda nézzük, meg nem ide kell áthozni. Aha, ez le van zárva. Ah, itt tudok oda visszamenni! Jaj! Hallom ám! Rám hozta a frász gyerekek ez meg itt. Elég sok dragőr van itt! Aha, oda kell behozni. Hoppá! Gyertek dragőrök! Jó, ide fel kell hozni a követ. Ezzel itt le tudok menni? Aha. És akkor vigyük fel. Csak rájövünk itt szépen lassan, hogy mit kell. Addig jó. Addig jár a korsó a kútra, ameddig be nem vezetik a vizet. Igen. Visszük, visszük. Hú, de lassan visszük, ezt azért lehetne egy picit gyorsabban is. És amúgy jó játék, Émi, amit írtál. Tetszik? Aha. Fiú! Igen, uram! Nagy hegy, amikor a hegy hideg volt, Meloa és Onferis keltette életre messziföldről vándorló lelkek, akik megízlelték a költészet mésrét és ihlet keresése közben egymásra találtak, egymásban pedig megtalálták a nagyszerű szerelmet. Midgard nagyhegyének csúcsán épült egy titkos híd, itt építették fel otthonukat és várukat, hogy megszabaduljanak a jóslattól és csak önmagukat és egymást ismerjék. A hegy lett Jötnar számkivetettek és művészek menedéke, új barátságok születtek itt, ez tök jó hangzik, és egyre több lélek zarándokolt ehhez a fénysugárhoz. Még most, amikor vihar elől keresünk menedéket, akkor se felejtse el senki a hegy hívogató szellemét, amely egykor volt, úgy hangzik, mintha valaha bámulatos lett volna, anya tényleg mindig szerette a művészeteket. Akkor gó le.
igazából itt erre. Az életér. Hát az ott szakadék, gondolom. Rendben, rendben, nyugodtan, Tifi. Kitartást. 2 ZH-d lesz holnap. Akkor egy kalappal. Most kell átmászni itt, aha. Itt mennyi hulla és holttest van. Jó sok holttest. Ezt mondom én is. Okay, csak pókot ne. Mondd el, mit látsz. Hát, embereknek tűnnek, nem óriásoknak. Helyes, kincskereső tolvajok. Látod a csapdákat? Értelek. Ó, igen. Szerencsére már beindították. Légy hálás, hogy halottak maradnak. És akkor itt törünk ki. Hát, így is lehet. A szobor! Átjutottuk! Mit ír? Mit ír? Ó, egy durákról. A világban 4 szarvas bikájának egyike. Azt mondják, ő őrzi a tünelyben járatát, amíg az óriások alszanak. Szerinted még ott van? Nem tudom. Nem tudom. Ez ilyen agresszív, mint én. Néha. Ja, arról jöttünk, így már megvan, hol vagyunk. És akkor itt jöttünk, és ide megyünk. Ide, fiú! Az se élegjen fel nekem itt. Már látom. Világíts. Oké. Mindent szétrombolok. Ez vagyok én. Na várjál. Nem lehet, hogy kell valamit tekercs neki, ami nem kakajós. Szia Krisztina, hogy telt a napod? Mi újság van? Hát itt én ennyit láttam így hirtelen. Várjál, ugye. Most vagyunk itt a szobornál. Ezt bevilágította a gyerek. Meg vagyok, most végeztem fogászaton. Az sose jó. Legalábbis az ember legtöbbször akkor megy, mikor valamit nagyon intéznie kell. Ott a tüzes. Hello. Kapcsoljál fényt, fiam. Akkor most már könnyebb lesz így a napod. Megint a sok webből, au. Jöhetnek a farkaskáink is. Még mindig a csúcs a célunk. Hú, keressünk egy utat. Jaj, de várjál, még körbe akarok nézni. Biztos ez okkal van. A legmagasabb csúcs. Anyám tudhatta, hogy ez az óriásoknál van? Nem. Ott fölfelé tudunk sokkal menni. Bonyolultabb lett, mint gondolta. Ja, hogy itt vagyunk, most így már megvan. Megint ez a fura fane. Szerintem a túloldalon vagyunk. Igen, átjutottunk a túloldalra, ügyes vagy, fiam. Büszke vagyok rád. Aha. Jó, jó irányba megyünk. Begyulladt a szám belül, és egy órát vártam, mire közölték, hogy magától elmúlik. Ne! Az milyen idegőrlő lehetett. Akkor potyára voltál fogorvosnál ezek szerint.
13-an voltak előttem. Ez egy név. Házlír. Mármint a rettegés. Házlír. A rettegés hegye, ugyan kit vagy mit neveznek rettegésnek? Engem, mikor ideges vagyok. De nem. Azt a azért lelöphettük volna. Várjál, mondjuk arra lefele kell menni úgyis. Mi az? Fura, egy gyertya betekerve zsineggel meg állat bőrrel. Valamilyen lámpás. Tudtam, hogy lesz benne valami. De nincs benne kanó. Számunkra jobb, ha megnézzük, mint a nagyobb baj lenne. Jó, mondjuk az jogos. Szerinted kigyújtotta meg a fákjákat? A halottaknak nem kell fény. Légy éber. Akkor itt van valaki. Ott egy láda. Ezüst. Ja, hát a donét, talált donétet. Elég! De hát én közben az élő célhoz be tudtok segíteni, vagy ha van egy szívlej engem, az is hálásom, köszönöm. Na, megyünk tovább közben. Hoppá! Na itt lesz valami óriás kerék! Hűha! Mi ez a sok minden? Hol vagyunk? Egy bányában. Már nem az a fajta óriás. És ha ez a karom eléri a csúcsot, akkor közel a cél. Köszönöm szépen a lelkeket, Krisztinek. De, mit csináljuk? Aha, arra fel tudunk mászni. Mindig olyan, először mind érdemes körbenézni. Széttörni minden. Ez már nem megy sehová. Az élet. Az nem utolsó dolog. Hát ez nem annyira különösebben semmi fény. Azt láttam, hogy egyfelé lehet fölfelé is menni. Valahogy mozgásba kell hoznunk a szem előtt. A gépek olyan a törpök, de a külfejtés tudja jöltűni. Tudod, a bányászok szerintem nem csak bányáztak, hanem itt is éltek. Zseni a kölöm. Aha, az ilyen lelakatolt szutyok. Oké. Próbálok körbenézni, hogy valamit találjunk. Aki lemaradt YouTube-on, majd visszanézhető, mert szépen haladtunk a sztoriban. Aha. Ott egy gép fogaskerekekkel is kötéllel. Szerinted mire jó? Köszi, hogy súgsz, fiam. Gép fogaskerekekkel és kötéllel. Hát... valahogy majd felhúzunk ezzel valamit, én azt mondom. Na várjál. Addig nem próbál. Pedig logikusnak tűnt volna. Na várjál, itt egy írás. El tudod? Igen, uram. Szia, paplevi. Ez vicces. Hogy? Valaki azt írta, csak jött nál. Egy másik pedig, és törpök. Mi is írjunk? Hát nem tudom, én még nem annyira vagyok benne, de van olyan nézőm, aki kijátszotta. Émi, Szabi, nem tudom, itt vagytok-e. Levi kérdezi, hogy elakadt egy részen, tud-e segíteni? Viszont ne spoilerezz, próbálj úgy fogalmazni, hogy ne lőjük le a dolgokat. Úgyhogy azt mondanám, Levi, hogy inkább kommentet ír YouTube-ra. Ott is beírt, hogy Mongufta Family megtalált, és akkor majd írnak neked választ. Mivel ugye én még felénése vagyok. Hát az, hogy ezt kinyitottam, jó-e, azt nem hiszem.
Nem erről jöttünk? Mondjuk. Ja, de erről jöttünk. Igen, felfelé kéne menjek, azt értem. Mármint, hogy arra rájöttem, Szabi. Akkor YouTube-on meg tudod nézni a God of War live-okat. Beírod, hogy God of War, Mongufta, vagy Mongufta Family God of War, és akkor meg fogod találni. Egy bánya csillét. Hozzáadnák, nem? Még az is egy opció. Mert én olyan össze-vissza rohangászva játszom, hogy szerintem értelmesebb, ha abból nézett ki. Bele is tudsz tekerni, hogy kb. Hol járok ott. Azt hiszem értem, hogy működik. A markoló van az egyik oldalon, és ha ezt itt kiakasztjuk... Elkapja a gyereket! Aha. Jaj, ne! A kötél beragadt a szikla alá. Óvatlan voltál. Igen, uram. Sajnálom, uram. Hát szomorú. Szegény kis naív. Szabadítsd ki a láncot. Oh! Hát persze, hogy jönnek. Végük van. Innen jöttek a kis genyók. Gondolkodtam, kiébresztette fel a dragjöröket a hegyen. Hey. Nem lepődtem meg. Ez a brok. Csináljuk. Ahol három virág van, egyszerre kéne ütni a leviatánnal. Tényleg nézd vissza, mert fingom nincs, hogy hogy csináltam végig meg ezeket. Tudtad, hogy nem lehet megkerülni a fekete lehelletet. Meg kell találni, ahol ki tudod a háromat ütni, de hát nem tudom elmagyarázni fejből, hogy hogy kell. Milyen nagy ez a hely? Tényleg nézd vissza. Ez egy hegy. Ha meg a mai live-ban volt, akkor ez visszanézhető lesz, miután lezártam. YouTube-on. Újabb csapdák. Hoppá. Itt egy alagút, de te nem férsz be. Menj be. Rendben. És akkor ott kinyitja nekünk? Halló, fiam. Halló. Eszembe nem jutott volna, hogy ez kar. Oh-oh! Persze. Hát ezt nem így kell. Rip. Újabb csapdák. Itt egy alagút, de te nem férsz be. Menj be. Rendben. Ott kellett volna maradjál, hol? Ja, hogy easy, aha. Másodszorra már easy.
Össze ne nyomjon ez is. Jól vagy? Persze. Ja, hogy az bánt, aha. Oda. Melyik ajtó? Ez az ajtó? Mi az, hogy ajtó? Ó! Mi az, hogy ajtó? Koncentrálj! Jó, most már megvan. Ezek a dragőrök. Mozdítani, nehéznek tűnik. Igen, megtudom. Új fajta. Robbanó dragőr. Hát nyilván. Valahol még hallom őket. Ott van. Gyere ide! Mi történt vele? Elpusztult. Nos, igen. Hallod ezt a kis genyót? Üljük már le! Szia barátsz, jó kérdődő! Nem mintha nagyon bántana, csak zavar. Ja, akkor kergethetem. Látom. Így. Ennyi, ezt most láttam. Milyen napod volt, barackjok úr? Hogy vagy? Örülök, hogy látlak. Ó, áttöröm a falat! Ez az! Ott van élet. Vagy nem áttöröm? Lehet, hogy a napkapunk kell átmenni. Na milyen nagy kapunk? Mi van? Ó, cucc. Na várjál, keressük meg. Szia, John. Ja, még be sem nyomtam a szívlelést. Most ön csak hamburger lopom. Volt hajnában, meg is ijedtem. Azt hittem, engem bannolt a Valorant. Pedig meccsben volt cheater, most kávézom. Hallod, akkor hosszú napod volt ma, de lényeg, hogy nem bannoltak ki. Talán ez a fő ajtó? Nem erről jöttünk. Szia, John. Keresem a fő ajtót. Ja, ez a fő ajtó? Oda bele tud lőni a gyerek.
De itt nem tudok hova menni. Hát ez nem ajtó. Egészségedre amúgy Baracki úr. Azért mondom, ez minden, csak nem ajtó. A főajtó kizárásos alapon ez, amit ide toltunk. Hogy húzzuk vissza. Megvan! Ott fel kell mászni oldalt, már látom. Így nem tudok itt felugrani? De. Megvan! 200 IQ gyerekek. Legalábbis itt még ma nem voltunk. Nézd! Még egy lámpás! Törött! Hajtott! Mire jó? Bár nem biztos, hogy jó fele jövünk. Érzem. Vagy itt már voltunk? De itt már voltunk. Ezzel húzzuk fel az ajtót, aha. És akkor most át tudjuk tolni ezt a cuccot, nem? Vagyis hát gondolom. Nem tudom, hogy kell-e, de azért megpróbáljuk. Úgy vagyok vele, egy próbát mindenképp megér. Mi újság, John, hogy kell nekem? Ja, köszönöm szépen, Baracio úr, jól haladunk. Egész jól. Kétszer akadtam meg ma csak nagyon. Ez még nem is olyan szar statisztika. Na várjál, de itt volt szerencsére Szabi, meg más is súgott, hogy mit kéne. Úgyhogy közösen összehoztuk. Ez tök jó, hogy ideig eljöttem, csak... Itt még valamit meg kell találnunk. Ott az lesz a főkapu. Nem, mert azon jöttünk be. Fáradt vagyok, nem régettem azon, de megyek éjszakára dolgozni. Kitartás. Ki kell szabadítanunk a kötelet? A csillével oda tudunk jutni. Az a csille, amit hozok? Azt nevezi csillének? Ez eléggé zárva van, nem mondod. Hoppá, ott egy ellenfél. Azt nem tudom, mennyire kell ide visszabejönni. Mi van ezzel az alkimistával, akiről beszéltünk? Hagyjál már az alkimistáddal. De legalább benézünk. Hoppá, ott a ládikó. Aha, most visszajutottunk ugyanígy ide. Akkor most itt újra átmehetünk. Akkor valamit a csillével kell pedig itt. Kérdés, hogy hol. Ugye itt nem tudunk semmit csinálni. Itt sincs semmi. Előbb eltoltuk azt a nagy valamit itt. Eddig meg vagyunk.
Ez kéne valahova. Innen még oda, várj egy kicsit hátrébb, aha. Ez lehet benne valami. Na, csak kilogikáztam, gyerekek. Azt hiszem előttünk van. Itt egy nagy láda is. Közben köszönöm, hogy már meglett a 3000 like. Óha, nem is rossz. És akkor ott kell majd azt leengedni. Ebben van élet. Hallod, ezt a nagykövet eldobom. Mondom, eldobom! Nem csináltam! Ennyi! Fogadok, most már működni fog. Irány a csúcs! Na, akkor irány a csúcs, fogadjunk a gyereknek szót. Megborítjuk az óriás. Jó, közben jönnek a dragörök. Jó, de az óriás még nincs legyőzve, fiam. A mocskos dragőr! Vigyázz! Vigyázz, robbanó dragőr! A lábát. Hoppá! Hát nem aprózom el. Sikerült végre. És meg ezután a dragörök. Kések folyója. Hú, ez jó hangzik. Hú, ez kemény harc volt, gyerekek. Akkor vissza a kerékhez. Ez volt egy Jan Fodr. Anyám azt mondta, hogy ez a troll a hegy szívében élt óriásokkal, de egyszer volt valami összezördülés, és számízték maguk közül, ezt megértem. Én sem szeretnék egy trollal együtt élni, azt hiszem, amikor az óriások távoztak, ő visszaköltözött. De költözze, kérlek költözze, megmutatom neked a barlangállomás. Nagyon jó. Akkor most már húzzuk fel a dolgokat.
Mi az, hogy? Ó, valami még nem. Jó, akkor valami még kell oda. Csak tudnám, hogy mi. Lehet oda kell tolni alá ezt a bigyót? Vagy ezt már nem tudom mozgatni? Hol van? Ezt. Egy ötlet. Mondjuk lehet, hogy ezt nem kellett volna túl ide tolni. Azt mondja, ne menjünk el, biztos, hogy rájövünk. Én nem jövök rá. Kitartó a kölök. Ha valahogy felmehetnénk a karommal, rögtön a csúcson lennénk. De milyen karommal? Azzal? Ezt nevezzük karomnak? De ennél nem is tudok semmit csinálni. Szabi, ha itt vagy, jöhet a súgás, mert majd nem sokára zárnám a live-ot. Halli Zsófi, most épp volt egy harcunk, megvan, hogy ezt ide toltuk, csomó logikai részt meg tudtam csinálni, de most itt elakadtam, megint. Tehát ezt tudjuk, hogy majd ezt fel kell húzni, és itt valamit nem ad be. Hogy ezt meg kéne akasztani, de hát nem tudom megakasztani. Azt mondta, hogy valamivel így fel tudnánk magunkat húzatni. Vagy amit felemelünk, ha arra rámászunk. Még egy ötlet. De nem tudunk rámászni. Mellőbb én már innen ki akartam menni, de azt mondta, hogy ne menjünk ki. Erre nem tudom mi volt. Ja, itt már volt. Kell az az alkimista a nektek szánt cucchoz. Találjátok meg. De ez meg full más felé visz, nem? Tehát, hogy ezzel csak visszafelé menni. Várjál, most találjunk oda vissza, ahonnan jöttünk. Elméletileg. Valami nincs itt ilyen. Hoppá, egy láda. Na, ezt se láttuk előzőleg. Az még mindig nem törhető. Ugye itt tudunk tovább menni, de azt mondja, hogy ne menjünk még tovább. Halli. Nem látom a kommentet, ír még valamit léci a chatre. Mérges, nem látom a lényeget. Tegnap néztem egy ilyen végigjátszás részét, a kölyök csinált valamit, és az elején beakadt a kar. Igen, itt már volt ilyen valami. Visszajött a karom, illeszkedik. Nem, most lett jó. Apu, jó, köszönöm, az nem látszódott. Hozzá! Hé, ne
menj el! És akkor arra kell majd valahogy rákapaszkodni, gondolom. Megint mire pont beírtad, Zsófi, pont valami történt, hogy miért adta meg, azt nem tudom, de megadta. Eddig le se jött a kar az előszínre. Le kéne fagyasztani, de hogy lehetne ezt? Na már dobtam neki, Szabi, és... Ja, hogy hamarabb dobjam. Mert mondom, dobtam már. Ezt már én is gondoltam, csak akkor nem tudtam ezek szerint jól megcsinálni megint. Ez megtartja. Na most jó. Mert ezt már egyszer akartam, csak nem csinálta. Nugi, itt föl. De köszi. Akkor sokszor csak a centiken múlik, hogy indulás! Nagyon-nagyon precíz a játék. Szerinted felmegy a csúcsi? Hamarosan kiderül. Vagy beverjük a fejünket valamibe. Valami furcsát érzek ott fent. Veszélyeselkedik ránk. Ne foglalkozz azzal, hogy mi lehet. Koncentrálj arra, ami van, és légy résen. Az nem jó, tifi. Azért nem biztos, hogy este meg reggel elolvasod, lehet meg leszel. Nem a csúcs, de közelebb vagyunk. Nézd! Ne spoilerezzünk, Szabi, töröld, léci. Itt egy üzenet. Vagy Tifi. Egy óriás. Próbáljunk ne spoilerezni, léci. Az őseiket kérik, hogy vigyázzanak rájuk. És hazavezessék őket. Fiú! Várj! Azt hiszem, tudom, hogy működik. Aha, meggyújtjuk. Nézd! Sok még oda lebeg. Mit írtál rá? Kértem, hogy vigyázzanak anyámra. Oh. Gondolod, hogy megsegítenek minket a csúcsig? Ja, hogy számolások, hát az más kategória. Hosszú azt hiszem, az valami út. Lehet magadós dolog. Állj le! Hoppá! Az aladútba, fiú! Érdekes! Jóvatos! Mert nekem meg át kell futni, ha nem tizel. Újabb próbák! A törpök a csapdák köré válták az aladútakat. Hasznos? Legalábbis nekem. Jó, megvan. Oh-oh! Gyerünk már! Ez nem segít! Viszlát később! Jó! Mögöttem! Mögöttem mi? Na, az kell még ide! Hopp! Alacsonyan dobtam! Csak rád, fiam! Én elbújtam. Hú, majdnem beleugrottam a tűzbe. Gyere le! Pista! Ja, még innen is így kell majd tovább menni. Oh, hoppá! Erre nem számoltam. Hallod?
leakasztottam időbe ezt a tüzet. Még egy felvonul. Oké. Azért széttörögetjük a ládákat. Na várjál, kettő helyen is volt B betű, ez mi az? Ó! Akkor a másikat is! Vagy mégsem. Még mindig nehezek vagyunk. Redet! Újra mozog! A fiút megtold... mi? Ha a fiút megütöd, mi történik? Nem lehet megütni. A tóig. A világ nem tudsz rádobni. A házunkig. Kiderül, ha ott vagyunk. De addig is. Legyünk éberek! Atreus! Jól vagyok, csak elvesztettem az egyensúlyomat. Tudod, ahhoz képest, hogy milyen erős vagy, sokat aggódsz? Eddig hasznos volt, és emiatt vagyunk még életben. Ennyi. Lehet. Bár én nem szeretnék így élni. Na, próbálok egyensúlyozni. Hát, nyilván. Az leesett. Szerintem kezdem megszokni. Szia, Ash. Rendben, én csak azért mondtam, mert kérdezted. Még valami biztos be fog ide jönni. Mondom. Gyerünk! Elég sok dragon van! Jönnek. Ez is megvan. Mennél innen. Rendben van Ash, milyen napod volt, hogy vagy? Na, ott az íjász. Felettem, vigyázz! Aha. Hoppá! És ez hogy tetszett? Felfogtam, vigyázzak. Itt szállunk ki? Nem, megakadtunk. Ó, azt hittem, hogy tényleg itt szállunk ki. Tony kell! Bandolio Antones. Figyeld, eltoltuk magunkat. Mennyit kell még mennünk? Ameddig megyünk. Addig megyünk, amíg megyünk. Lesz még ellenség? Biztosan. Ajaj. Igen. Állj készen. Gyerünk! Valami jön. Az lehetett. Ugre! Shrek, te vagy az! Oh-oh! Ez most baj! Védekezünk! A sok kis nyomorú. Azaz! Na gyere! Kite, baci!
szegény! Én már nem nyelveskedik. Na, még a tízes ott van. Tudom, fiam, de nem látod, hogy harcolok? Fárasztó, de viszont... majd új üvegfolja kell a telefonra, szépen mondva, arcra ejtettem és berepett. Figyelmeztetés, hogy mondhatok ilyen rejtélyes mondat, ne legyen spoiler. Hát úgy igen, hogy tényleg ne spoilerezzetek, mindig ennyit kérek, csak nyilván. Na várjál, hova akadtunk most be? Ah, ide. Megtolom. Jó hosszan megyünk fölfelé azért. Talán már biztonságos. Úgy tűnik. Azért mérget ne vegyetek rá. Apá, ha szétszoktuk anyám hambait, azután mi lesz? Vissza nem rád, László. Igen, valahogy sejtettem, hogy tetején lesz egy harc. És véget ér a kaland. Egyelőre. De még sok dolgunk van. Igazad volt korábban a csónakban, miután kivágtam az utolsó fát. Azt mondtad olyan, mintha valami megváltozott volna. És tényleg, az otthonunk többé már nem biztonságos, de újra az lesz. Ajaj. És folytatnunk kell a kiképzésedet. Rendben. Ó, még olyan messze van a fönt. Majdnem a csúcson vagyunk. Semmi sem állíthat meg. Az a sárkány! És maradj mellettem! Igen, uram! Vov! Mögötte! Anyám, ezzel hogy harcoljak? Nem különösebben hagyja meg. Ebből gyors halál lesz, ezt már most látom. Meg se kottyan neki. Ezt tuti halunk. Mit amúgy, nincsen valami bomba vagy valami? Mivel jobban fogy az élete? Hoppá! Jó, eltaláltam. Wow! Mit csinálsz? Lököm magam, fiam! De amúgy iber jól néz ki. Menesül a genyó. Ez kemény volt. Állj! Oh. Mi volt ez? Adjatok életet. Világ van nedvéből keletkezik a kerületet, zúzok a nedvébe, lehetőséges energiával kombinálva lehet megsemmisíteni. Igen, igen, Zsófi. Hihetetlen! Hihetetlen, hogy sárkánnyal harcoltunk.
A szemére céloztam, de állandóan csúszkáltam. Hát én a körmére céloztam, de rohadtul nem fájt neki. Az óriások után költöztek ide? Vagy miattuk mentek el az óriások? Fiú, ritka itt fent a levegő. Elég a kérdésekből. Lélegezz. Persze. Értem. Itt valaki segítségé kiabál. Utolsó mentési ponttól folytatja, ha meghalsz. Várj, fiú! Ilyen checkponttól. Ez Sindri! Meg tudsz olni egy ekkora lét? Ha képesek vagyunk összezavarni. Elterelem a figyelmet. Meg kell ölni, mint a sárkány. Mit csinálsz? Menj innen! Menj innen! Segítenünk kell. És keress egy helyet, és várj a jelenbe. Azt a hatalmas sárkány, hát azért ez nem egy süsű. Maradjunk annyiba. Itt vagyok. Menj jobbra, én meg erről fogom támadni. Hoppá! Így neveld a sárkányod 2024! Júj! Ne legyünk sárkány lakoma. Ja, hogy ezzel kell üssem. Azt a mindent. Futás! Hello! Ez azt hiszem, hogy fájdalmas lesz. Ez meg se sérülti. Ja, lőjem rá a villámot, már vágom. Ugye? Vagy nem? Hát nem különösebben látnám, hogy fogy az élete. De hogyan kell kombinálni? Rájöttem, hogy ezt kell. De mi az, hogy kombinálni? Majd mindjárt rájövök. Na gyere, öcsi! Ja, nyitott szájánál. Ez most ért valami? Ez semmi. Aha, jó. Hát úgy látom, egy hosszú harc lesz. És most mi a szar? Ez jó esett, köszönöm! Bakker, földrengés. Na gyere! De ilyenkor hogy dobom a szájába? Hát nem így. Ez
ez így nehéz lesz. Dobbanási hullámok, LB-t és a karmokhoz az L-t. Ezt meg sem bírom jegyezni, csezd meg. Jaj, tudom ütni a karmot. Oké. De nem értem, most a karmát kell ütni, súgjatok! Meskü nem értem! Szia Petra, épp egy csúnyan a csárkányt ölünk! Meg hát ölnék, hogyha tudnám mit kell csinálni. Mert az első része megvolt a szájába, de most a lábát kell, nem? Nem bírom elolvasni, bakker, mindjárt írjátok már le a csetre. A dobbanási hullám tarts az LB-t a karmok elől, nem tudom elolvasni, ilyen gyorsan úgy elveszi ez a trágya. Komolyan nem, nincs időm elolvassam. LB, melyik az LB? A lábára kell dobjak? Nyomd meg az A-t. Hát ez szarra se jó. De a karmára kell dobja? Hát ezt már nem tudom. Hogy az élete, ha rádobom a karmára, vagy nem? És nincs élet. Hát... én nem látnám, hogy fogy. Ez halál lesz. Nem vágom. Mit csináljak a karmával, he? Chat, nektek van ötletetek, hogy hogy fogy az életem? Mert sehogy. Jó van, üljél meg. Sebezd meg a karmát. Köszönöm, hogy leírod, mikor már egy szál életem van. Most meg elvette tőle. De hát meg se érzi. Ezt most haltunk meg. Most ez neki fáj? Nem fáj neki. Ezt esküszöm, nem értem. Ezt mondtam, hogy így meghalunk. Mert a szájánál értettem. De itt nincs logika. Tehát, hogy konkrétan hozzácseszed a lábához és semmi nem történik. Hallod, most úgy oda megyek és dobálom rá, nem érdekel. Én is már rage-elek, csak visszafogottam. Mert nem értem. Ha ezt csinálja, akkor kell, vagy... de kiüti a kezedből. Tessék, hogy semmit nem hat. De már hova dobjam? Itt van lenne a földön.
De azt írja, hogy használjam ezt. Jó, ez megint megöl. Ott írja oldalt, hogy dobjam meg a karmát. Osztárra mit csináljak? Fú, hogy rohadjál meg. Sebezd meg a karmát, hogy kiválts az elektromos támadás. Jó, akkor fejszével. És utána dobom hozzá, jó. De ez hogy véded ki a lökés hullámot? Azt nem vágom. Ez most nagyon hasznos volt. Ez meg szétrobbant a kezembe. Wohohoho! Most kéne hozzádobni, nem? Igen. Eltaláltuk! Gyorsan élet. De retek! Hallod? Jó, ez nagyon erős ellenfél. De nem jó! Megint meg kell ütögetni. Hát ezt sokat ütöttem. Oh! De nincs itt ilyen bigyó. Nyisd ki a pofád. A szádba vagy belemegy! Ne tudd meg már mit kívánok a szádba, te mocsok! És most! Jó te! A darut, ha jelzed. Le kell fogni a sárkányt, ott az élet. Nem érdekel, állj készen. De kell az élet! Meg fogok dögleni, amire felvenném. Hát ez nagyon megérte. Nem jó! Ez halál! Mondtam. Hol van olyan tűz? Ezt nem tudom kivédeni egyszerűen. Vége.
Hallod? Meghűl! Az a baj, nem egy szál élettel kellett volna idáig eljutni, igen. Honnan kezdjük? Jó, végül is arányítanám. A dobása is meg van sebezni. Már nagyjából a védekezés megvan. Csak rohadtul jobban meg kéne sebezzem. Ez mi volt? Oké, majd most kell megdobnom. De nem jó, mert hamar dobtam! Gyerekek, erre kell a szurkolás meg a druk. Gyorsan lesz az élet. Most! Azt a mindenit. Júj! Nem fogatlan, hanem lassan szemtelen. Hát ez nem volt egyszerű. Megvan! Jöhet a GG. És köszi a szurkolást. Te jó ég. Ez epic volt a mai live-ba. Tényleg megcsináltuk. És te? De évszázadok óta senki nem ölt sárkányt. Hát, a bírmek leülése óta. És ha nem tévedek, te ezt... Csak sikerült. Ez tévedés. A sárkány az utunkban volt, semmi több. Nem, bár, igazából értetettél. Megmentettél. És ezért ellenszolgáltatás jár. Mit kapok? Mik ezek? Fonott vagyonnyilag. Egyenesebbek Heimdallnál, tökéletes súlyzással. Ó, oh. Kösz? Ó, oh. Na jó, várj. Fúj, ezt inkább nem. Láttátok a fivéremet? Igen, azt mondta, tehetségtelen vagy. Ó, oh, meg hogy önző vagyok, nem, gondolom. Hogy fontosabb a fegyver kinézet, nem, mint a funkciója. Hogy okoskodó, nem, és feszült vagyok, válogatós, tudom, mit gondol, de már nem tud megbántani. Elővett egy halat. Bocsánat. Nekem erre nincs időm. Ne! Várj! Van egy jobb ötletem. Mi? Csak egy sárkányfog kell hozzá. Ki kell törnünk a fogát még. Aha. A Rézlőr, nem... De olvasnék! Azt elvette. Fogorvos leszek? Figyelj, hol fogod meg! Ó, nem érdekes. Undorító.
Nagyon, nagyon undorító. Bú! A bűz! Vágták ki még? Azért ne öklendezz. Búj! Én ugyan hozzá nem nyúlok, csak tartsd ide. Oké. Okay. Most húzd végig a fiad íjhúrját. Sárkány szívhúr. Csak bíz benne. Ja, ez más. Szívizomhúr, az a Harry Potterben. Atreus, az íjadat. Két húzás elég lesz. És akkor ilyen elektromos lesz az íjja. Finoman! Sokkoló nyilak, aha. Hűha! Ó, oh, persze, ez már tetszik. Szép. Hogy is magyarázzam ezt el? Egy újfajta rezgéssel ruháztam fel az íjadat. A megkövült megprecélozva a töréspontig rezgeti annak szerkezetét. Á, akkor így mennek ezek tönkre. Szia, sárkány! Mindegy. Nem arról van szó, hogy a szakmám összetett szépségét magyaráztam. Nem rég még csak szarvasra vadásztunk. Valami, amit se. Most meg már harcolunk sötét elfekkel, trollokkal, ugrikkal és egy sárkánnyal. Úgy érzem, bármit le tudnánk győzni. Azért győzünk, mert céltudatosak vagyunk. Ez így van. Céltudatosság. Nem azért, mert felsőbbrendűnek hisszük magunkat. Persze, tudom. Csak jó érzés erősnek lenni. Tudod? Igen, tudom. Ez benézte. Ez a kis genyó még volt. Aha. Itt is van ilyen. Berakadt. Még egy kristály, amit használhatnánk. Jó is. Szétzúszom. Hát nem tudja. Aha. Na jó van, srácok, innen fogjuk folytatni. Én elfáradtam a sárkány harcba, sárkány legyőzésbe. Úgyhogy mindjárt mentek egyet. Megtalálnám, hogy hol van. Itt van. Így meg ide is. Remélem, hogy tetszett nektek a végigjátszás. YouTube-on vissza tudjátok nézni a régebbi részeket, meg a mait is, illetve régebbi tartalmakat. Holnap videó érkezik, ugye? Aha, igen, holnap dolgozok, holnap videó érkezik, és utána pedig csütörtökön már másik játék, a tagok tudják, hogy micsoda, de így a live végén mindig el szoktam mondani, úgyhogy mindjárt mondom nektek, hogy szerdán, bocsánat, rosszul mondtam, szerdán Pokémon Unite-tal fogjuk folytatni, ahol bejött egy mini Battle Pass, és amiatt fogunk sokat Unite-ozni szerda délután. Legyetek jók! Én köszönöm, hogy itt voltatok, mindenkinek jó pihenést, sziasztok! És akkor még YouTube-on is kilépünk. Hello, hello!